Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök VNTV-t, Jóvonatúra televíziót láthatnak. Más hang szeretett társalgás adássorozatunkban Szolár Szilviával folytatjuk a megbeszélést. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Aki nem ismeri még Szilviát, az életveszélyek biológiáját kutatja, erre egy nagyon komoly terápiás módszer is kialakulóban van, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, ezt majd te pontosítod, a Kiút című könyvnek a szerzője, amiben benne van nagyjából, hogy mit ölel fel ez a módszer. Nagyon nagy segítséget jelent a könyv elolvasása az, hogy valaki rá tudjon már eleve hangolódni erre az egészre, hogy mi is történik, mi az, amit fel kellene fedezni, meg kellene érteni önmagunkkal kapcsolatosan annak érdekében, hogy gyógyuljunk, illetve hogy a jelen pillanat életét a lehető legmagasabb, legbiztonságosabb minőségben tudjuk megélni. És ugye az előző beszélgetésünket ott hagytuk abba, azt ígértük a nézőknek, hogy a karácsonyról fogunk egy kicsit beszélni, a karácsony, mint a szeretet ünnepéről, a szeretet fontosságáról, és ott hagytuk abba az előző beszélgetést, hogy azért a mostani ember már tudja azt, hogy a szeretetnek valami nagyon fontos szerepe van, sokkal fontosabb szerepe van az életünkben, mint amit eddig annak tulajdonítottunk, és egy picit csak bevezetőnek mondanám azt, hogy valahol a szeretetet még mindig nagyon távol tartjuk magunktól, ennek az okait átbeszélnénk. A másik, hogy amikor már túlzásba visszük, amikor túl szeretünk, túl nagy biztonságban, magával a szeretettel ölünk, a szeretettel zsarolunk, a szeretettel folytjuk meg a másikat, és tesszük lehetetlenné az életét, és hogy mik azok a dolgok, amik ilyenkor karácsonykor felfokozódnak bennünk, többek között az életveszélyek biológiája, a halál, az öngyilkosságok szemszögéből. Jó, és akkor egy picit Szilvia arra beszélj, hogy ez te életedben a szeretet, mint olyan, most kérdezhetem, mit jelent, vagy milyen utat járt be a szeretet a te életedben, a te munkásságodon, kutató munkádon, és a embertársaidnak nyújtott segítségen keresztül. Motivációt, köszönöm a kérdést. Mindenképpen motivációt jelent számomra a szeretet. Éven egy olyan családban születtem, ahol 8 haláleset történt nagyon nagy szeretetben. Ez akár barátság, akár szerelem. Nálunk ez nagyon halálos volt, tehát az életveszélyek biológiája szerint én ezt kerülöm. Viszont nyilván vágyom rá, ezért ez állított pályára ezzel a divatos szófordulattal élve, nyilván motivációt adott, hogy megértsem, hogy mi történik ilyenkor. Míg nem arra jutottam néhány családtag, barát segítségével, hiszen a barátválasztás is a hasonló, az életveszélyben szerzett hasonló tapasztalatokon alapul, hiszen másként nem tartózkodhatnánk egy helyen, csak hogyha azonos típusú életveszélyeket élünk túl. Ilyen módon ez a nagyon ősi, amikor ösztönösen szimpatikus valaki, az azért van, mert hasonló körülményekben szerzett tapasztalatot az életveszélyek túlélésében. És ezért aztán akad bőven példa, és azt találtam, hogy leggyakrabban félünk is attól, amire vágyunk. És amikor ezt már megérti valaki, hogy ő attól retteg leginkább, amire vágyik, ez egy nagyon ilyen ambivalens, nagyon furcsa élethelyzet, de mégis ez adja a megoldást, mert legalább látja a problémát. Akkor már megérti, hogy akkor azért hozza ő tudattalanul létre azt, hogy mindegy milyen áron, de elkerülje ezt a vágyott állapotot.
nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, független attól, hogy épp a szeretet, a jólét, vagy a barátság, vagy egy barátnőnek a jelenléte, vagy a birtoklása a vágy tárgya. Legtöbbször egy félelem van attól, hogy Úristen, mi van, hogyha ez létrejön, és általában visszavezethető olyankor valamelyik felmenőnek a halálához, hogyha több esetben fordult elő, akkor rendkívül súlyos a probléma. És amikor megtanuljuk azt, hogy hogyan éljünk együtt ezzel a rendszerrel, akkor ezek a vágyak szépen valóra válnak. Hát egy ilyen bábos példát szoktam erre mondani a klienseknek. Nem mondanám ezt én terápiának. Tanácsot kérnek, mindenféle megkötöttségtől mentes tanácsadás folyik, és ezeken a tanácsadásokon olyan technikákat tanítok, először is, hogy a saját családunknak ezt a lüktető, tudattalan mintarendszerét, ez egy rendkívül intelligens rendszer, ezt megismerjük, megtanuljunk vele együtt lélegezni, együtt mozogni, figyelembe venni, mert hogyha nem tudunk róla, akkor a következő lesz a végeredmény. Most ilyen rendhagyó módon használjam ezt a báb technikát. Tehát van egy tenger alattjáró, egy tudattalan periszkóp, ugye a tudattalan az a gépház, ami végrehajtja az utasításokat, hogyha ránk förmednek, visszakiabálunk, a másik ember meg ha ránk förmednek, akkor összehúzódik. Ez egyénileg, hogy a család hogy él túl életveszélyt, így történik, de ez a kis tudattalan periszkóp, ez a mondjuk a szabad akaratunk. Én mondjuk szeretetbe szeretnék élni. Nem, dehogy is, rengetegen meghaltak úgy, de én akkor is abban szeretnék élni, és ezt az állapotot éljük, hogy a tudattalan késztetések ellenkező irányba visznek bennünket, mint a szabad akaratunk, és létrejön egy csomó kiállhatatlan undokdög első látásra. Pedig belül mindegyik szeretetben szeretne élni. Na most, amikor megtanulunk együtt lélegezni ezzel a rendszerrel, akkor ez megfordul, és a tudatos akaratunk, és a tudattalan motiváció, és a tudattalan erő ugyanabba az irányba visz. Ezt úgy hívjuk, hogy harmónia. És akkor a szabad akaratunk érvényesülni tud, és a valós, az önvalónk, az megegyezik a tudattalan késztetésekkel. Ezen az úton tudom megközelíteni a szeretetet is, mert lehet, hogy egy undok dögnek látszódik valaki, aki mindig koromba, de belül mindenkinek egyforma a motivációja, a szeretet és a közösségbe tartozás. Miért ez? Mert a klasszikus tigris példával élve, ha többen vagyunk egy dzsungelben, kisebb eséllyel minket esz meg a tigris, hogyha többen sétálgatunk az erdőbe. És ez egy olyan erős, ösztönös motiváció, még akkor is a sántita példa, ami miatt az ember ösztönösen közösségbe szeretne tartani, de undok, ellenszenves embereket nem fogad be a közösség. Ebből adódóan logikus biológiai érdek, hogy tüneményes legyek, aranyos, kedves, másokért tenni akaró, csupa jó tulajdonsággal rendelkezzek, akkor bolond ez a biológia? Hogyha körbenézek, és csak én vagyok szent, mindenki más meg gonosz, és engem akar bántani? Nem, ez nem így van, hanem a kibeszéletlen életveszélyek miatt olyan tudattalan sémák rögződtek a viselkedésünkbe, ami miatt, hogyha a beszélgető partnerem aranyos, kedves, én akkor is csak azt látom, hogy biztos meg akar károsítani, ha valaki a családomban úgy él túl életveszélyt, hogy megkárosították. Nem is láthatom meg az igazi valóját, sőt, az ő viselkedése az én kérésemet szolgálja ki. És mivel közeleg a karácsony, hogyha ezt megértve elkezdünk beszélgetni, és megértjük, hogy a beszédnek milyen óriási életvédő funkciója van, igen, az érzelmek csökkennek, amikor beszélgetünk, éppen azért, hogy kiválogatódjék, mondjuk egy életveszélyes helyzet, túlélés, akkor mi volt az, ami ténylegesen megmentette a családtagunk életét, és mi az, amit felesleges ismételgetni, azt, hogy összeugrott a két sofőr, és üvöltöztek egymással, ez viszonylag ritkán ment életet, mondhatnánk, hogy 0-0 esetben
keretben ment életet, ezt szükségtelen 700 évig ismételgetni, ezt az agressziót. De az, hogy imádkoztunk érte otthon, és összetartott a család, és együtt ültünk a folyosón, amíg felgyógyult, és a család együttes ereje, hogy bementünk, meglátogatunk, na ezek valós életet védő körülmények, és hogyha megtanuljuk ezeket így kibeszélni, akkor ez már a tudattalamba befészkeli magát, hiszen egy életveszély idején nagyon nyílik a tudattalan, és az elhangzott szó, a beszéd sokszoros értékkel bír. Akkor már az utód generáció ezt fogja ismételni. Óriási ajándék ez a tudás, és óriási felelősség, mert eddig még szíthattunk másokat, talán karácsonykor kevésbé, de most ne süppedjünk bele a saját problémáinkba karácsonykor. Menjünk egy kicsit kijebb, Szilvi. Nézzük meg azt, hogy ugye a karácsony az egy vallási ünnep is, és mennyire vagyunk mi jó viszonyban, mennyire tudunk jó viszonyban lenni a szeretettel, amikor ott van a kereszthalál, ami mint egy fajta veszély, ott lebeg azok fölött, akik igenis a szeretetet vállalják, és igenis a szeretetet élik, szeretnék élni, ugye vágynak rá, ahogy mondod, de van egy olyan mintázat, akár egy ilyen vallási mintázat a rendszerben, ami, ha nem egy mélyebb megértés szintjén történik meg a vallás feldolgozása, akkor az sugallja nekünk, hogy te nyugodtan szeressél, csak ott fogod végezni te is a keresztfán. És ugye ez már nem egy egyéni hitrendszer, nem csak egy egyéni ősi, akár a keresztény valláshoz való viszonyulását hordozza magában, amit mondjuk a családunk vagy az őseink tanúsítottak, hanem ezek kollektív, ezek igenis népek, népcsoportok, vallási csoportosulások, háborúk, mindenféle tapat. Én most arra szeretnék csak rá kérdezni tőled, hogy mennyire tarthat tudattalanul távol minket, ugye ez a kis periszkóp, ugye ott ez a kis tenger alatt járó, hiába akarunk itt szeretni, tudjuk, hogy a szeretet a túlélésünknek a záloga, és valami mégsem engedi, hogy mondjuk egy karácsony ünnepét a szeretethez méltó módon éljünk meg szeretetben egymással. A válaszom az, hogy teljes mértékben sikerül neki távol tartani minket. Ez egy nagyon sikeres rendszer, ez a tudattalan. Gratulál magának, ügyes, boldog, hogyha viszályok vannak, hogyha a családunkban ebbe a békés, harmonikus légkörben haláleset történt. De hogyha a háborúból hazajöttek a szeretteink, és minél több jött haza élve, annál nagyobb lesz a viszálykodásra való hajlam. És hogyha így ezzel a szemüveggel nézzük meg egymást, elmegy a kedvünk a viszálykodástól. Ezért mindenképpen a saját egyéni személyiségünk feltárása a tét, a kulcs ahhoz, hogy tényleg szeretetteljesen ünnepeljünk, mert akkor egy értő ünnep lesz. Amikor most már értem, hogy ő miért undok, ő miért ellenséges, ő miért kritizálja mindig a beiglimet, mert ezt meg tudom érteni, ha a családtörténetemet ismerem. És hát utoljára orvos Tóth Noéminél olvastam, hogy minél több családi történetet adunk át a gyerekeknek, vagy egymásnak, annál önbizalom dúsabb lesz a következő generáció, hiszen a valahova tartozás érzése az nagyon erősen növeli az önbizalmát a családtagoknak. Ezen a karácsonyon talán célszerű a családnak ezeket a rejtett erőforrásait kihasználni, de hogy a kérdésedre is válaszoljak, hogy miért fordulhat elő az, hogy a tudattalan ilyen jól létrehozza ezt a szeretetlen állapotot, hogy a pici iskolás gyerektől a magányos felnőttig mindannyian szeretetlenségtől szenvedünk, de azt mégsem adjuk, vagy ha adjuk, akkor túlzottan adjuk. Először talán erre válaszolnék, erre a túlzott szeretet adásra, amikor mi itt már díszbe, glóriába szenté avatjuk magunkat, hogy mi mennyi mindent adunk másoknak,
adtak, csak talán pont azt nem, amire szüksége van a másiknak, azt nem adjuk, de mielőtt felvágnánk az ereinket az önvádtól, azért nem tudjuk úgy szeretni a másikat, mert a másik ember homlokára nem az van írva, hogy mit szeretnék, hanem az, hogy mit él túl a családom. És aszerint fogok én viselkedni vele, és mielőtt engem megtámadna, hogy én undok vagyok, először azt érdemes tisztázni, itt a nagy játszótér kisöprés időszakában kezdhetünk a saját házunk táján söpörni, hogy miért pont az van felírva a homlokomra, ahogy a másik ember velem viselkedik, mielőtt azt mondanám, hogy micsoda egy modortalan fráter. Hát nem, hát ez való, ez az én homlokomra van, mint egy vonalkód felírva, vagy kéretik velem így viselkedni, és a másik ember ezt csak végrehajtja. Amikor túlzásba viszem a szeretetet, az megint a szeretettől való félelem, mert akkor addig biztos nem kell befogadnom a szeretetet, amíg én ezerszeresen adom, mert nincs ideje, és pont azt a szépséget tagadom meg a családtagomtól, azt az örömet, ahogy én befogadom az ő kincseit, az ő szeretetét. Ezt az örömet nem akarom neki megadni, mert valószínűleg valaki egyszer ebbe belehalt, tehát azt Isten ments, inkább én eltúzom, akkor jó messzire megy, mert idegrohamot kap tőlem, az nagyon jó. Akkor nem fognak szeretni, és nekem sem kell befogadnom. Tulajdonképpen azt szoktam ilyenkor kérdezni a kliensektől, amikor az a probléma, hogy ő annyit ad, és mindenkiért mindent megtesz. Meg szoktam kérdezni, hogyha valós, ha az önvalód szeretetét adnád neki, a szíved legmélyéből hogyan fejeznéd ki? És erre a hirtelen meghökkentő kérdésre az szokott lenni a válasz, hát akkor csak megérinteném, amikor elmegyek mellette. És valóban ez egy gyönyörű kifejezése a szeretetnek. Csak biztosítani a másik embert, itt vagyok hozzá, tényleg itt vagy, örülök neked. Tehát általában olyan válasz szokott születni, amiből mindenki tudja, hogy szeretlek, itt vagyok. Tehát az az egészséges szeretet. Amikor ezt túlzásba viszem, leélem helyette az életét, megírom a disszertációját, gratulálok neki, visszahúzom. Megvéded mindentől. Megvédem mindentől, legyen az a gyermekem, a párom, a szüleim, bármi, hogy leélem helyette az életét. Ez általában a szeretet elutasításából táplálkozik. Akármilyen groteszk, én ezt tapasztaltam. Nyilván vannak kivételek, mert minden eset színes és egyéni, de ezek azért általánosságban felismeretők, és olyan sok mindent kérdeztél, még egy picit válaszolhatok rá. Például a vallásra való rátekintés, nagyon jól meg is fogalmaztad, hogyha nem nézzük meg mélységeiben a vallásokat, vagy a keresztény vallást, akkor könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy tessék, ő is ott végezte, kellett ez nekünk? De akkor nem néztük meg mélyen, hiszen számomra majdhogy nem ijesztő, hogyha még ilyentől meg tudnék ijedni, hogy Krisztus elköszönt tőlünk egyféle módon a kereszten. Hát a kutyát nem érdekli, hogy miket mondott. Az emberek mindig olyan csodálattal néznek, hogy mik voltak az utolsó szavai az embereknek. És eljött közénk valaki, akire Istenként tekintünk, és igazából nem úgy élünk, ahogy ő ezt meghagyta az utolsó szavaival. Az utolsó szavai, elnézést, hogy kisajátítom az érdeklődési területemnek megfelelően, de ha egyszer tudattalan cselekvésről beszélt, akkor annak itt a helye karácsonykor. Úgy köszönt el tőlünk az utolsó szavaival, hogy a gyilkosai számára megbocsátást kért, hiszen nem tudják, mit cselekednek. Ki az, aki úgy cselekszik, hogy nem tudja, mit csinál? Aki tudattalanul cselekszik. Emellett úgy megyünk el, ja persze, mondott valamit szegény, ott már biztos szomjas volt. Nem. A gyilkosai számára a tudattalan kényszer hatására történő cselekvést jelölte meg, és ezért úgy gondolta, hogy ők nem bűnösek. Akkor mi, akik bántjuk egymást, amikor
nem úgy dicsérjük meg a karácsonyi fogást, vagy becsméreljük az ajándékot, vagy csak puffogunk a karácsonyfa alatt, vagy egész életünkben, amikor a másik kiteszi értünk a lelkét. Vajon mi is tudattalanul cselekszünk? Igen, mit mond a tudomány? 95%-ban a kommunikációnk és a döntéseink tudattalanok. Akkor a legnagyobb felelősség legyen az a kereszt és a magyar kettős kereszt, mert ezek azok a jelképek, amik azért mindannyiunk életét itt Európában meghatározzák, és pláne Magyarországon. A kereszt figyelmeztessen arra, amire Krisztus figyelmeztetett bennünket. És hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, talán most már ebben a műsorban itt ezt megkockáztatom, hogyha én szeretek valakit, a szeretet tesz családtagá, ugye a heilingeri rendszerben is. És hogyha szeretek valakit, akkor a halálának a körülményeit ösztönösen el fogom kerülni, mert ez a biológia. Tehát Schützenberger 700 évre visszamenőleg igazolta a traumák hatását az életviteli problémáinkra. Ha egy picit, csak játszunk el a gondolattal, ha mondjuk 2000 évre is ez igaz, akkor, hogyha én szeretem a megváltót, akkor elkerülöm az árulást, a kínzást, és az ő halálának a körülményeit. Hát így ez egy érdekes megközelítése a megváltásnak, mint ahogy a bűntől való megváltásra is, ha egy kicsikét távolabbról nézünk rá, akkor amikor engem valaki megvált a bűneimtől, akkor volt bűn, nincs bűn, igaz? Hát ki az, aki ma azt állítja, hogy nincs bűn? Hát az már 2000 éve, köszönjük szépen, megváltottak minket a bűntől, akkor nincs bűn. Még az is kimondatott, hogy miért nincs bűn, azért, mert tudattalanul cselekszünk. Rögtön összeér a vallás és a biológia, egész véletlenül. És hogy még a tudomány is összeérjen vele, a kvantumfizika, ha így tekintünk a saját világunkra, akkor képesek vagyunk e szerint élni. Ha így tekintünk egymásra, akkor a másik ember is képes lesz így élni. Mert amíg a megfigyelésünk alatt tartunk egy rendszert, az úgy viselkedik a kvantumfizika törvényei szerint, ahogyan a mi tudatunkkal ezt befolyásoljuk. Ez óriási felelősség, és egy nagyon szép üzenet karácsonyra talán. Nagyon köszönöm ezt a megközelítést, mert ez is sok mindent helyre tud tenni, ha más nem, egy olyan nézőpontba tudja helyezni az egész történetet, az egész hitrendszert, az egész hitet, amit esetleg érdemes időről időre újra gondolni, aktualizálni egy adott tudatszint fejlődésének megfelelően újra gondolni, újra átélni és átérezni. Picit beszéljünk az önvaló tiszta szeretetéről. Ugye volt egy ilyen példát, hogy amikor az önvaló tiszta szeretetével szereted a másikat, akkor másképpen viselkedsz. Picit nézzük meg ezt az önvalót, hogy ugye az önvalóhoz akkor tudunk az önvaló állapotában lenni, amikor én elfelejtem ezt a sok programozottságot, mintát, azokat a dolgokat, amiket a tudattalan életvédő funkcióként felkínál nekem. Tehát ahhoz, hogy én az önvaló lehessek, ahhoz bátornak kell lennem, és azt mondom, hogy köszönöm, te tudattalan, én tudom, hogy te az életemet meg akarod védeni, millió és millió dolgon, és emlékekből, és a múlt, és az ősök, és 700 év, és 2000 év alapján, de én a jelen pillanatot szeretném a tiszta szeretet állapotában megélni. Hagyjuk most ezt, ami ott van. Hogyan küzd a tudattalan az önvaló megtapasztalása, megélése ellen? Küzd-e, vagy vágyik ő is rá, hiszen hogy a tudattalan leges-leges legmélyébe vagy a forrásába visszabújunk, visszasüllyesztjük, vagy elmerülünk benne, akkor feltételezem, hogy ugyanoda kell, hogy jussunk. Ezer fortéllyal küzd a tudattalan ez ellen, azoknál az embereknél, akiknél ellenkező értelmű életveszély túlélés történt, ezer fortéllyal. Ezek jól meghatározott biológiai szabályok mentén történnek ezek a küzdelmek. Először is
elfedi a szabad akaratot. Az emberek nem tudják, mit akarnak, mit szeretnének. Hány menedzser vallja be, hogy igazából a szeretet számít? Ez egy ilyen klasszikus példa, de én sem vagyok külön, tehát mindannyian ugyanolyan esendők vagyunk a biológia útvesztőjében, de ha ismerjük ezeket a szabályokat, akkor könnyebb megvalósítani azt, amit szeretnénk. Mert először megnézzük, hogy miért áll a tudattalan érdekében, hogy pont az ellenkezőjét valósítsa meg annak, amit én szeretnék. Tehát először is úgy küzd a tudattalan, hogy nem engedi tudni, hogy mit is szeretnék. És hogyha készítünk, van erre egy applikáció, egyébként nem sokára majd a weblapon ez elérhető lesz, amivel ki tudjuk találni trükkös, furfangos kérdések alapján, hogy mit is szeretnénk. És a legnagyobb megdöbbentés azt keltette, hogy ez naponta a fontossági sorrend változik, vagy 10 percenként. Nagyon sok mindenre lehet ebből következtetni. Ebben most nem megyek bele, de a következő eszköze a tudattalannak, hogy nem engedi összekapcsolni logikailag az életveszélyt, a családi életveszélyt és az életviteli problémát. Egyszerűen a logikus gondolkodás megszűnik. A kliensek ilyen ködös, tessék, miről is van szó? Miért függ ez össze? Hogyan? Nem engedi a logikus gondolkodást, gátolja. Uh-huh. Egy ilyen ködös, bódult tudatállapotot eredményez. Van, amikor ásítozni kezdenek, bealszanak, hogy mint amikor valami nagyon rossz hírt kapunk. Ugye, és felismerődést megakadályozza. Hogy megakadályozza a tudatba kerülését ennek az információnak. Utána küzd azzal, hogy a felszínre jutott információkat egy hozzáállásváltással, egy más nézőpontból világítsuk meg. Mert ha a tudattalannak mondjuk, ha szeretek, akit szeretek, az meghal, ha ez a séma rögzült, mert túl sok volt a haláleset szeretetben, akkor jaj, hát egy piros ruha is lehet halálos. Nem, azt is elkerüljük, mert a szeretünk mondjuk abban a ruhában volt. Akkor ez egy téves következtetés, és amikor ezt meg akarjuk változtatni, hogy nézzük egy más hozzáállással, akkor a logikus gondolkodás kudarcot vall. És a kliensek olyan dolgokat vélnek valósnak, hogy a piros szín az mondjuk veszélyes, erre konkrét eset volt, és így elnézést kért, hogy jaj, hát ez nem is jó példa, mert hát a piros szín az tényleg halált jelent, ugye? Mm. És mondja a gyermeki tekintettel, és csak azt válaszoljuk rá, hogy nem. És csodálkozik. Tehát nincs logikus gondolkodás ezeknél a beszélgetéseknél, ezért egyedül egy kicsit nehéz ezeket feltárni, mert 1000 fortéllyal operál a tudattalan, és amikor már mindent értünk, és már áttettük egy olyan keretbe, hogy a tudattalan kezdi egy kicsit más szemszögből nézni, tehát jó, akkor lehet, hogy háborúban az elbújás az segítette a túlélést, de mondjuk békeidőben erre semmi szükség, hogy ismételjük. Ez tényleg elég logikus, akkor követem. Akkor, hogyha nincsen tudatos megerősítés utána, akkor igyekszik visszacsúsztatni a tudattalanba ezt az egész beszélgetést. Amíg erre technikákat nem dolgoztam ki, addig előfordult, még szerencsére barátokon kísérleteztem, hogy fél évig járt oda, és minden alkalommal ugyanazt elmondtam, és ugyanazt újdonságként üdvözölte. És a végén már dátum aláírással engedtem el, ott volt prüszkölés és sértődés, hogy miért kell aláírni, azért, mert legközelebb meg kellett mutassam neki, hogy ezt már megbeszéltük. Ezek nagyon súlyos eszközök, de hatékonyak. És ezeket meg lehet tanulni, hogy kell együttműködni a tudattalannal. Ez nagyon, nagyon mókás, mert ez talán olyan állapotnak élik meg a kliensek, mint hogyha nem is ők válaszolnának, nem is értik, hogy miért pont ilyen válaszokat adnak, de gyönyörű az ilyenkor a beszélgetésben, amikor megnyugszik a tudattalan, hogy logikátlan az a séma, amit eddig követett, és egyszerűbb, hogyha valós életvédő körülményeket
kezdünk ismételni, nem nagyon tudják a kliensek, hogy miért mondanak, de gyönyörűséges, okos dolgokat mondanak, amik mindig kirajzolják a családban az életveszélyeket, és utána az a probléma akkor nincs, amit így sikerül a tudattalannal megbeszélni, és ezek tanulhatók, nagyon egyszerű trükkök. Mi zajlódik le karácsonykor, ami miatt az öngyilkosságok száma megemelkedik? Szeretet ünnepéről beszélünk, és ilyenkor vagy egy nagy hiány, vagy egy nagy vágy, vagy ez is egy mintázat neked, mint életveszélyek biológiája, ez az önkezűleg, én döntöm el, hogy mikor halok meg, és önkezűleg vetek véget az életemnek, ez hogyan néz ki? Sokáig nem értettem, és nagy talány volt az öngyilkosság. Az, hogy karácsony idején felszaporodik, ez azért mutatja azt a társadalmi jelenséget, hogy a szeretet hiány az óriási méreteket ölt, és nyilván olyankor, amikor feltételezzük, hogy ott, ahol világít az ablak, a vonatból nézve a kisházakat, vagy a kisházatból a vonatot, azt feltételezzük, hogy a másik ember boldogabb, megkapja azt, amit én nem, ettől felerősödik ez az űr, amit a szeretetlenség állapota okoz. Ha az életveszélyek szempontjából nézem, aki szeretetlen, aki magányos, az kisebb eséllyel él túl a biológia ősi szabályai szerint, mert nem fogadta be egy közösség, nem kap megerősítést a léte, a gondolatai, a cselekedetei, és ezért úgy érzi, hogy sokkal jobban ki van téve az elemek támadásának, elmagányosodik, kétségbe esik, és innentől már egyet specifikus. Sokáig nem értettem, mert amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor viszonylag kevés számú öngyilkos esettel találkoztam, hiszen az, hogy a családokban rengeteg az öngyilkosság azok közül, akik hozzám fordulnak, mert tényleg kétségbe vannak esve, minél súlyosabb egy eset, tehát amikor tényleg nehéz kezelni, ott az öngyilkosok száma nagy volt a családban. És nem azért, mert egy ilyen bélyeget rak a családra, hanem mert nem tudok információt gyűjteni, hogy aki nem élte túl az öngyilkossági kísérletet, az milyen állapotban élt már évekig, mert nem az öngyilkosság ténye öröklődik, ahogyan én tapasztaltam, hanem mondjuk, ha kétségbeesés vezetett az öngyilkossághoz, akkor évekig élt kétségbeesve, és a kétségbeesés fog öröklődni, mint túlélhetőnek mondjuk egy évtizeden át, ha valaki állandóan kétségbeesett, vagy félt, vagy szorongott, kinél mi vezetett oda, ez egy korábbi ősnek az életveszély túléléséből táplálkozik, és elvezet ahhoz, hogy állandósul az utódban a szorongás, a kétségbeesés, ami elvezethet egy öngyilkossághoz. És nem azért lesz egy családban öt ember öngyilkos a szorongástól és a kétségbeeséstől, mert lám-lám belehaltak, hanem mert évtizedekig túlélték a kétségbeesést és a szorongást. Ez még egy feltételezés a részemről, éppen azért, mert nagyon kicsi az eset szám ahhoz, hogy ezt igazolni lehessen, mert csak a magasabb generációkból egy életveszély túlélés és a túlélt öngyilkosságoknak a hasonló konfliktus tartalma vezetette lehez a logikához, de ha meghalt egy csomó ember, ugye őket nem tudom kikérdezni, ezért ez még várat magára, ezt csak érdekességként említettem meg, hogy általában nem úgy zajlottak a szabályok, hogyha belehalt valaki egy öngyilkosságba, akkor onnantól aztán senki nem lett öngyilkos a családba, mert pont az ellenkezője igaz. És emögött az állhat, hogy az az érzelmi tartalom, ami az öngyilkossághoz vezetett. Ezt a hipotézist erősíti az a tény, hogy azért, amikor az életvédő mechanizmusok kialakultak, az ugye nagyon régen volt, még az öngyilkosság fogalma az élőlényekben kevéssé volt ismert, feltételezésem szerint egyáltalán nem volt ismert, és egy olyan mechanizmussal dolgozunk, ami nem ismerte az öngyilkosság fogalmát, most, amikor az absztrakt gondolkodás már ilyenre ráviheti az egyént. Ugye amikor meghal egy szerettünk, akkor ezt nagyon negatívan éljük meg, de közben azért a tudatosságba való mélyebb betekintések
megmutatják azt, hogy amikor valaki meghal, akkor gyakorlatilag az a végtelenség, az a végtelen szeretet öleli át őt is, azzal, hogy a teste átalakul, és ölel át mindenkit. Ez az űr, amit mi így űrként, hiányként élünk meg, de gyakorlatilag ez a végtelenség, ez itt mutatkozik, meg itt is megmutatkozik. És nem szeretném ezt a beszélgetést ilyen, úgymond szomorúsággal lezárni, de inkább arra szeretnék utalni, hogy gyakorlatilag maga ez a végtelen, tiszta, isteni szeretet akar nekünk mindenféle módon, mindenféle formában, mindenféle életvédő mechanizmuson, mintázaton keresztül megmutatkozni. Hogyha valaki ezeket megvizsgálja, mint ahogy te nem csak a saját életednek a mintázatait, a múltját vizsgáltad meg, hanem tudsz segíteni, át tudod beszélni másoknak is a mintázatát. Hogy látod ezt, hogy tényleg így van-e az esetek feldolgozásával, tanulmányozásával kapcsolatosan, hogy tényleg látod-e ezt a tendenciát, hogy végeredményben mindig minden ügy, minden élet, minden emberi élet beteljesedése, önmegvalósodása ide jut. Te látod ezt konkrétan a gyakorlatokon keresztül? Hát aki erre az útra lép, ott mindenképpen. Ott olyan életminőségváltozás valósul meg, mint hogyha felvennél egy másik szemüveget. Egyszerűen az élet többé nem olyan annak, aki megérezte az ízét a valós tudásnak. De hogy összekapcsoljam a karácsonyt, a hitet és a tudományt és a halál utáni életet, valahogyan ügyesen megpróbálom. Már a hit az egy nagyon furcsa szó, és ha merek egy egyéni nézőpontból rátekinteni a hitre, akkor azt csak megkérdőjelezni tudom. Mert azt hiszem, hogy így van. Igen, ameddig a hitet vizsgáljuk, eszünkbe sem jut a bizonyosság lehetősége. Márpedig engem ebből ez az egy érdekel. Most vagy az Istenben való bizonyosság a cél, vagy mi végre? Az egész. Ja, azt hiszem, hogy van Isten, amikor meg jó sok pénzem van, meg minden, nagyon boldog vagyok, ez nem érdekel annyira, amikor meg már nagyon beteg vagyok, vagy nagyon nagy baj van, nagyon megtanulok imádkozni, és nem végeztem semmit egyik esetben sem, csak próbálkozom. Nyilván ez sem meg, ennek is megvannak a maga biológiai okai, mielőtt itt elkárhoznék, de úgy gondolom, hogy talán időpocsékolás a hitről beszélni, amikor törekedhetünk a bizonyosságra is. És hogyha az Istenben való bizonyosságra törekszik valaki, ez a vallás, ez olyan, az Isten őt meg fogja találni. Ennek ez a módja, ez így van kitalálva. A tudomány területén ugyanígy van. Szeretném paradicsommá tenni az életem? A tudomány két kézzel szórja a lehetőséget rá, csak a bizonyosságot keressem, és ne álbizonyosságokba helyezzem bele magam, hogy mert azt mondta valaki, hanem rakjam össze azt a rengeteg információt, amit kapok egy logikai sorrendbe. Egyik ki fogja zárni a másikat, és fennmarad a szitán a valós érték. Hogyha tudom, hogy a kvantumfizika az kimondatott, és a legnagyobb tudósaink már ezt hétköznapi bizonyossággal használják. Miért ne lehetnék én is bizonyos abban, hogy amit vizsgálok, arra hatással vagyok? Miért ne építhetném be a mindennapi életembe? Ha tudom, hogy a pszichológusok az analóg szintjén gyógyítanak, miért ne törekednék az analógiára, ami a vallás nyelvére lefordítva ítéletmentesség, a biológia nyelvére lefordítva a megértés, és az életveszélyben szerzett tapasztalatok tudattalan mintaként való megvalósítása a hétköznapi választásaimban. Tehát nem ügyetlen vagyok, nem szerencsétlen, nem tehetségtelen, nem buta a matematikához, csak valaki ilyen körülmények között él túl életveszélyt, akkor én ilyen, ha ezt feltárom,
a logikus gondolkodáson szárnyakat fog kapni. És ez ott van ma már mindannyiunk kezébe. Nem rosszul mentem férjhez. A férjem csak leolvassa a vonalkódot a homlokomról, hogy velem hogy kell viselkedni. Mert így éltek túl életveszélyt a családtagjaim. És hogyha ő elégedetlen, akkor az azért van, mert lehet, hogy én azt hittem, mindent megteszek érte, közben pedig egyfolytában házártoskodok, mert mondjuk az van az ő homlokán, hogy ő ne lehessen egy kiteljesedett férfi, és akkor fiamnak kezdem szólítani, mondjuk nem én, hanem most azért egy eszem elsőbe, hogy érezzék a hallgatók azt, hogy én is éppen úgy hibázom, mint más, és nekem is éppen úgy napi szükséglet, hogy tudatos legyek, hiszen ez nagyon nagy divat, a hit, a tudatosság, csak könyörgöm, mikor vagyunk tudatosak? Amikor tudjuk, mit csinálunk. Ki az, aki tudja, mit csinál, amikor a tudomány igazolta, hogy 95%-ban tudattalanul cselekszünk? Hát az tudja, hogy mit csinál, aki éppen megfigyeli a tudattalant. Ezt nem szabad abba hagyni, egy pillanatra sem. Ezt úgy hívjuk, hogy éberség. És így ezek a misztikus szavak, hogy tudatosság, hit, éberség, bizonyosság olyan egyszerű jelentést kapnak. Ha tudom, mit csinálok, tudatos vagyok. Ha azért nem eszem spenótot, mert azt gondolom, hogy abba az árt, akkor nem vagyok tudatos, mert nem néztem utána, valaki mondta 10 évvel ezelőtt, meg mást mondott. Tehát amiben bizonyos vagyok, azt akkor végezzem. Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én kívánom neked is, és hát minden kedves nézőnek azt, hogy ez a karácsony legyen olyan tudatos most már, amikor igen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen romokba hever most a világ, vagy milyen ingatag talajon van, ami egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy most változás történjen, egyfajta felemelkedés történjen. Legyünk tudatában azzal, annak, hogy ez egy mintázat a gyermekeink, az unokáink, az ükunokáink számára, az, ahogyan ezt most megéljük, ahogy ezen felül tudunk emelkedni, ahogy egy kicsit felül tudjuk írni a tudattalanunk esetleg elavult mintázatait, és tényleg minden lehetőség itt van abban, hogy a szeretetet a legtisztább módon, a legbátrabb módon, a legmegengedőbb módon ne csak adjuk, hanem elfogadjuk is, és meg tudjuk élni úgy, ahogy az eleve elrendeltetett. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy eljöttél, és elmondtad ezeket nekünk. Én köszönöm. Kérjük az elérhetőségeidet, és már maga az, hogy ezzel a témával valaki elkezd foglalkozni, ez már arra is elég, hogy egy kicsit felébred ez az alvó tudat, és maga ez az ébrenléti tudat tudja, hogy mire kell odafigyelni, mi az, amit éberen szemmel kell tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.